Revicki Gábor soron következő állomásán Gyulajra látogatott el, ahol a hőgyészi erdészet látta vendégül. A színművész az erdészek sokszor fárasztó, terepi munkájába nyerhetett bepillantást. Nos, mi az, amit ide a kezembe adtál? Hát egy kevésbé ismert szerszámot tartok a kezemben. A rönköböző kalapácsnak hívják. A rönköböző kalapácsot főleg ipari falvételezéskor használjuk, amikor nagyon fontos, hogy maradandó jelekkel lássuk el a faanyagunkat, az egyes rönkjeinket. Mert ugye, amivel például ez is meg van jelölve, ez a kréta, ez esetleg elmosódhat. Elmosódhat, így van, és ha nem kellő gondossággal írjuk, és nem elég olvasható, akkor félreértésre adhatok ott. Nézd ide, 9-eset, ezt akár 6-osnak is olvashatnád, ugye? Például. Igen. Ha ipari fát vételezünk, amik valóban jóval értékesebbek, akkor ezzel a kalapáccsal maradandó köböző jeleket rakunk. Feltüntetjük ezzel a fa hosszúságát a bütűjén, ezt hívjuk a fa bütűjének, ezt a vágásfelületet. Feltüntetjük a hosszúságot, feltüntetjük az átmérőt, és az ez alapján, a két adat alapján kiszámolt köbtartalmat. Így, ahogy mondtam, ebben a sorrendben kell helyezkedni ennek a három számnak. Na de ez most ugye tűzifa, de azért megmutatjuk, hogy mintha ipari fa. Mintha ipari fa, de szerintem elég, hogyha megpróbáljuk a köbtartalmat beleütni a fába, jó? Tehát azt, hogy 0,19. Nekem igen, az van egy ilyen, amire szépen is lehetne. Megkeresed a nullát. Egy nullát. Nulla. Csak nem függőlegesen, akkor már így folytatom. 9. Elég egyedi hát, lett. Egyedi lett, mert oldalas kellett volna. Elég egyedi lett, de egy dörzsölt rakodó szerintem ki tudnám most, hogy mi ez. Na akkor szerintem te is csinálnád. Én is csinálok egyet? Persze, hát ne. Nekem itt egy 0,17-es van. Ez egy elég precíz dolog, meg sok gyakorlatot igényel. Igen. Az erdőgazdálkodás egyik fő célkitűzése, hogy a fában hiányt szenvedő területeken a helyszínnek leginkább megfelelő erdőségeket telepítsen. Egy ilyen erdősítés előtt álló helyen folytatjuk kitekintésünket. A háttérben erdősítés ápolás folyik. A sor közben kaszával kikaszáltuk a gyomot, illetve a lágyszárúakat, és a sarlóval pedig az egyedek között a sorban eltávolítják a cserébe, illetve a lágyszárúakat. Hát nagyon lassan nőnek a fák, mint tudjuk. Mit vártok, hogy körülbelül mikor lesz ebből erdő még egyszer? 80-90 évet biztosan kell várni arra, hogy ebből olyan erdő legyen, mint mondjuk a mellettünk álló hagyásfa. És milyen fák, milyen csementék vannak elültetve? Ebben az erdősítésben kocsánytalan tölgyet találunk, csert és gyertyánt. Általában itt az is volt előzően? Igen, az tehát is ezt úgy döntjük el többnyire, hogy milyen erdő állt előtte itt. És ilyen erdő volt előtte? Ez egy tölgyes volt, igen. Hát akkor nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ebből 80 év múlva tényleg legyen egy gyönyörű szép erdő. Dolgozunk rajta. Köszönjük.